Kovács Zoltán vagyok, az Új Egyenlőség főszerkesztője. Ez itt az Új Egyenlőség stúdió beszélgetések sorozata. Itt most a vírus válság idején online csináljuk ezeket a stúdió beszélgetéseket. A mai beszélgetésünk témája az a carbon reporting, és ehhez a beszélgető partnerem Horváth Levente, a carbonreporting.eu tulajdonosa vezetője. Szervusz, Levente! Szia! És köszi szépen, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. Leventéről azt kell tudni, hogy egyrészt van egy akadémiai háttere, tehát a Corvinus Egyetemen és az akadémián mindenfajta klíma alkalmazkodással kapcsolatos kutatócsoportoknak és tanszékeknek volt a tagja. De hogy a mostani beszélgetésünk szempontjából talán érdekesebb, hogy utána csinált egy céget, ami konkrétan ezzel a carbon reportinggal foglalkozik. Úgyhogy mielőtt belemennénk a részleteibe, én arra szeretnélek kérni, hogy foglald össze olyas valakinek, aki még soha nem hallott erről, hogy tulajdonképpen mi is ez a carbon reporting? Nagyon egyszerű lehet mondani, ez egy karbonlárnyomszámítás. A karbonlárnyomszámításról mindenki hallott már. Saját energiafelhasználásának, tevékenységének, életének különböző széndioxid lárnyát, karbonlárnyomát meg lehet határozni. Több millió ilyen kis weboldal létezik a neten, és mindenki a saját életét szépen be tudja pöttyögni, hogy mennyi energiát fogyasztott, és kijön egy lárnyom. Úgy gondoltam, hogy ez az önkéntes számítás, ez egyre inkább fontosabbá válik a cégek számára is. Egyrészt szabályozói irányból próbálják őket nyomni, másrészt befektető irányból, tulajdonos irányból, és ugye a legfontosabb az ügyfelek irányából is, hogy mekkora valójában egy-egy cégnek ez a lábnyoma. Amiben mi nagyon erősek vagyunk, ugye többféle lábnyom számít, létezik, amiket ki lehet számolni, van direkt-indirekt lábnyom számítás, ami tényleg a konkrét működésből adódik, de van egy olyan lábnyom is, hogy Scope 3-asnak nevezhető lábnyom, ami nem a direkt és indirekt kibocsátás, hanem a szolgáltatási lánchoz kapcsolódó kibocsátás. Várjál, nagyon előre futottunk. Igen? Én nem vagyok biztos benne, hogy mindenki. Tehát te ebbe a szakmában dolgozol, ezzel foglalkozol hosszú idő óta, és az azt kötelezett, hogy mindenki ismeri ezt a karbon lábnyomot, jó. De én egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy a társadalom nagy része egyáltalán valaha hallott arról, hogy karbon lábnyom. Tehát kezdjük a legegyszerűbb kérdésekkel. Mi is ez a karbon lábnyom? Mit jelent ez? Ugye minden tevékenységünk valamilyen szén-dioxid kibocsátással jár. És ugye a klímaváltozásnak a legfőbb hatását mindig a szén-dioxidra szokták ráfogni. Ugye alapvetően a klímaváltozás az egy folyamatosan történő dolog, tehát az mindig is változott, és mindig is változni fog. Itt a változásoknak a sebessége a lényeg, hogy az emberi tevékenységek mennyire gyorsítják, vagy esetleg lassítják ezeket a folyamatokat. Az elmúlt 10, 20, 30, 40, 50 évben úgy vettük észre, hogy az emberi tevékenység gyorsítja ezeket a változásokat. Ugye a klímaváltozás az már nem csak a globális felmelegedésről szól, hanem alapvetően az időjárási esemény, extrém időjárási eseményeknek a gyakorisága és az intenzitása is folyamatosan növekszik, tehát egyre inkább jönnek a nagy melegek, a nagy aszályok, az óriási esőzések, ugye ezt folyamatosan látjuk. És ugye eközben ugye a klímánk átlagosan melegszik, folyamatosan melegszik. Ennek a melegedésnek az üteme az nagyon kicsi, tehát az emberi számára észrevéthetetlen. Tehát, hogyha 10 év alatt néhány tized Celsius fokot emelkedik a hőmérséklet, senki nem veszi észre. Viszont, ha mindenki otthon ül, most se tudja megmondani, hogy 21 vagy 22 fok van otthon, tehát nem nagyon érezzük. Viszont a klíma az egy nagy átlag, tehát legalább egy 30 éves átlagot kell figyelembe venni, és hogy ezek a nagy átlagoknál történik valamilyen változás, az már egy olyan típusú változás az emberi életében és a Föld történetében, ami jelentősen megváltoztatja a környezetünket. Mit jelent az, hogy nagy átlagok? Mit értesz ez alatt, amikor azt mondod, hogy a nagy átlagok? Legalább 30 éves átlagok. Tehát amúgy, ha a klímáról beszélünk, akkor még egy picit visszalép, ugye nagyon sokan keverik a klímát és az időjárást. Tehát, hogyha éppen kinézünk az ablakon, látjuk, hogy kicsit felhős, ez az idő. Az időjárás az, hogy nagyjából ősszel esni szokott az eső, és 20 fok szokott lenni. Ha a klímáról beszélünk, akkor azt szoktuk mondani, hogy a nagy átlagban, 30 éves átlagokban az őszök azok olyanok, hogy ez a 17-18 fok van. Tehát, hogyha ettől eltérünk, akkor ezt
mondjuk már, hogy ez valamilyen eltérés a klímától. Tehát a nagy átlagoknál beszélünk, az egy hosszú éves, legalább 30 éves átlagokat jelent. Mit vesznek észre az emberek szerinted? Mert ugye én azt gondolom, és erről nem csak én gondolom, hanem erre konkrétan mérések is voltak az elmúlt időszakban, hogy az emberek elkezdték elfogadni azt, hogy klímaváltozás van, tehát mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt sokkal nagyobb volt az ellenállás ezzel kapcsolatban, ma már Magyarországon és Európában is az emberek nagyobbik része ma már bőven elfogadja, hogy van. Mit vettek észre az emberek az időjárás változását, tehát ezeket a nagy átlagokat, amiket te mondasz, hogy most talán egy kicsit melegebbek az őszök, és főleg a telek, mint korábban, vagy az extrém kilengéseket, tehát az, hogy sokkal több az extrém időjárási jelenség. Az extrémeket veszik észre, tehát hiába mondjuk, hogy akkor tavaly tél az enyhe volt, tavaly tél az nem volt annyira enyhe, tehát volt ugyanúgy mínusz, tehát a klímaváltozás az nem azt jelenti, hogy minden melegszik, és nem lesz hideg télen, és csak meleg lesz, hanem tényleg az extrémitások is bejönnek. Belejött az a két hetes mínusz 20 fok is, tehát ez is benne van, csak ugye pont a kilengések lesznek egyre inkább nagyobbak. Amit én vettem észre, hogy a klíma megváltozását az tényleg az extrémitásban észleli mindenki, és ennek van egy nagyobb problémája, ez a klasszikus, amikor a békát elkezdjük főzni a kuktában. Amikor én gyerek voltam, vagy amikor mi gyerekek voltunk, akkor a 30 fok az kánikula volt már. A 32 fok, már nem menjünk el nagyon melegben. Ugye most már az, hogy 40 fok, majd 35 fok van, az emberek most már tudomásul veszik, igen, tudjuk, hogy milyen az a meleg, majd hozzászokunk. Ugye nagyon jól lehet alkalmazkodni ehhez, sötétítő függőnyekkel az emberek nem mennek ki 11-től 4-ig, hanem inkább este vásárolnak, tehát előbb-utóbb hozzászoknak ehhez. Vesznek egy csomó berendezést, hogy hívják ezeket, légkondicionáló berendezéseket, amik ugye még tovább rontják a helyzetet, mert ezeknek is van karbonlábnyoma. Oké. Tehát ebből én azt vettem észre, és az a tapasztalat, hogy az emberek egyre inkább elfogadják, tehát sokkal kevesebb klímaszkeptikus van. A klímaszkepticizmus már nem abból áll, hogy megváltozik a klíma vagy sem, hanem az, hogy ki okozza ezt a klímaváltozást. Tehát, hogy az emberi tevékenység okozza, vagy nem emberi tevékenység. Igen, ezt mi is észrevettük egyébként az új egyenlőség kommentelői között. Tehát olyat ma már nagyon keveset látunk szinte egyáltalán nem, aki azt mondaná, hogy ez nem történik. Még időről időre olyanok előkerülnek, akik azt vitatják, hogy ez emberi vagy nem emberi. Nekik mit mondanál? Alapvetően aki azt mondja, hogy nincs klímaváltozás, az nem tudja, hogy mi az a klímaváltozás, az mindig is volt. Ugye régen szokták mondani, hogy de hát ugye 100 000 évvel ezelőtt sokkal melegebb volt, meg sokkal nagyobb volt a széndioxid szintje a Földön. Igen, de 100 000 éve nem éltünk, mi most élünk. Tehát a 100 000 év ezelőtti dolgokkal nem tudunk mit kezdeni, és akkor is melegedett egy fokot, meg több fokot a hőmérséklet, ez is igaz, csak ugye az időskála az más. Tehát amikor 1000 években mérjük, hogy akkor 1-2 fokot emelkedik a klíma, mint az, hogy itt az elmúlt, mondjuk ha csak hasonlításszerűen mondom, elmúlt 100 évben biztos, hogy egy fokot emelkedett, akkor azért egy nagy különbség van ebben. Amit mondani, hogy nem feltétlenül az ipar, hanem nagyon el van terjedve vicces módon ez a tehenek fingorászása elmélet, hogy a nagyipari mezőgazdaság metán kibocsátása lenne a fő elem, mondasz? A mezőgazdaságnak is óriási kibocsátása van, tehát jelentős sem mérhető. Ugye azt se felejtsük el, hogy az elmúlt 50 évben azért nem mondom, tehát szinte megduplázódott az emberiség, tehát sokkal több élelmiszert kell termelnünk, sokkal inkább kényelmesebb lett az ember, sokkal inkább több gazdag ember lett, aki már a húst is megengedheti magának, őket el kell tartani. Tehát ugye a kérődzőknél jellemzően, hogy ez a metántermelés, ami igazán megdobja a klímahatást, ugye a metán az 23-szorosan nagyobb hatású, mint ugyanannyi széndioxid. Ez tény, és ennek is van a lépése. De hát, hogyha mellé veszük mondjuk a cementgyártást, ugye mert mindenhol építünk valamit, a cementgyártás például 3%-át adja az összén-dioxid kibocsátásnak, az össz globális hatásnak. Tehát minden egyes szektornál lehet valamit találni. Hogyha mondjuk melyik a zöld közlekedés felé, hogy akkor az mennyire környezetbarát, annak is egy jelentős része, hiszen akkumulátort elő kell állítani, bányászni kell, az autókat utána majd remélhetőleg ezek mennek még 20-30 évig ezek az új fejlesztési autók, azokat onnan is, hogyha
letesszük őket, akkor bizonyos széndioxid kibocsátással kell számolnunk. Tehát minden emberi tevékenységünk, valamilyen széndioxid kibocsátással jár. A fő cél az az lenne, hogy ezeket a tevékenységeket úgy végezzük el, hogy minimális széndioxid kibocsátással járjon, vagy próbáljunk meg ezeket a széndioxid kibocsátásokat valahogyan megkötni. Tehát ha jól értem, akkor azt mondod, hogy az nem ellenér, hogy a mezőgazdaságból van egy része a kibocsátásnak, hiszen az is az emberekhez kötődik, az is emberi szükségleteket elégít ki, illetve azt is mondod, ha jól értem, hogy a fenntarthatónak mondott energia és a fenntarthatónak mondott közlekedésnek is van kibocsátása. Tehát hogy igazából az igazi cél az az lenne, hogy egyáltalán a közlekedést, az emberi tevékenységet próbáljuk meg csökkenteni. Az lenne az igazi megoldás. Jól értem, amit mondasz? Így van. Tehát ugye emberek vagyunk, most már hozzászoktunk valamilyen kényelemhez. Tehát most már hiába mondják azt, hogy lakjunk barlangban, nem, tehát nem az a cél, hogy barlangban lakjunk, hanem a mostani színvonalat, amit elértünk, azt próbáljuk meg olyan széndioxid kibocsátással működtetni, ami a klímára mondjuk a semleges hatással van. Tehát, hogyha építünk egy házat, a mostani építési hatósági előírások már szinte azt mondják, hogy szinte nulla energia kibocsátású háznak kell lennie, tehát szinte passzív háznak kell lennie, a megfelelő szigeteléssel, megfelelő gépészettel, ezeket mind-mind el lehet érni. Ez is jelentős lépés már, előrelépés. Hogyha mondjuk Magyarországot veszük a klasszikus kádárkockákat, ugye ebből több millió van, nagyon sokan laknak ott, ezeket, hogyha elkezdenénk szigetelni, óriási lépés lehetne előretenni, hiszen energiát spórolunk meg. És ugye a fel nem használt energia a legkedvezőbb energia, a legjobb energia. Valahol azt olvastam, hogy egy tipikus magyar háznak jelenleg olyan 20-30%-os hőmegtartása van, és ezt föl lehetne vinni akár 60-70%-osra is. Megfelelő szigeteléssel, igen. Hőszigeteléssel. És akkor ez kevesebb CO2 kibocsátásra járna, hiszen kevesebb fűtés kéne bevinni ebbe a házba. Így van, és ugye nyáron meg a hűtést. Tehát azt is egyből megoldja. Tehát a házenergia felhasználása az csökkenhet. Azt is olvastam valahol, hogy ma már a hűtésre, valószínűleg nem Magyarországon, nem a mi éghajlatunkon, de globálisan, ma már a hűtésre több energiát használunk, mint a fűtésre. Igen, ugye azt mondom, az új egyenlőségen is volt egy ilyen poszt, hogy akkor a szélességi körökön hányak laknak. Tehát látszik, hogy akkor az egyenlítő környékén nagyon-nagyon sokan laknak. És hogyha beleveszik mondjuk 2050-re milyen népességrobbanás várható Afrikában, és ugye ők sem szeretnének kunyhóban lakni, ők is házban, városokban szeretnének lakni. Aztán Nigériában volt, hogy naponta 10 000 emberrel nő a fővárosnak a létszám, vagy valami hasonló bődületes szám volt, őket mind-mind el kell helyezni. Sőt, hogyha veszik az ENSZ-nek az előrejelzését, hogy az évszázad közepére 9 milliárd ember lesz, akkor ez azt jelenti, hogy naponta több 10 000 vagy akár 100 000 házat, háztartást kell felépíteni. Ezeket mind hűteni kell, mind fűteni kell. Nyilván, hogyha olyan klímán lakik az ember, vagy olyan klimatikus övön lakik az ember, ahol éppen az a klasszikus örök tavasz van, a 20 fok, akkor nem kell sokat az energiára pazarolni, de mondjuk az egyenlítőhöz közel, vagy a sarkokhoz közel lakik, mert ott is laknak emberek, nekik is kell lakni, ott is egy elviselhető lakhatást kell biztosítani. Tehát ez a típusú energia. Ezen a ponton mindig van egy állandó kommentelőnk, aki folyamatosan bekommentálja, hogy a legjobb klímastratégia az a kondom lenne, az óvszer, mert hogy a harmadik világban kellene megakadályozni a népességrobbanást. De azt tudjuk, hogy globálisan már túl vagyunk a baby boomon, tehát sokkal kevesebb, vagy valami ilyesmi volt, hogy pár évvel ezelőtt elértük azt, hogy már nem születnek olyan tempóban a gyerekek, mint ahogy mi gondoltuk. Tehát az a gyerekszületések is elkezdtek valahogyan csökkenni, csak ugye nekik még föl kell nőni, akik 10 évvel ezelőtt születtek, remélhetőleg még 60-70 évig, 80 évig élnek, tehát ők még itt a népességet fogják tartani. Ugye erre szokott egy klasszikus mondás lenni, hogy a világon eddig összesen megszületett ember 7%-a még most is él a Földön, tehát nagyon-nagyon sokan vagyunk. Nyilván van egy ilyen tetőzése, hogy várhatóan lesz egy ilyen tetőzés ennek, és utána ez majd szépen visszafog. Viszont az ENSZ adatai szerint ez a tetőzés ez nem várható 2070-80 előtt. Tehát amennyire most előre tudnak jósolni, ők azt jósolnák, hogy reálisan nem lesz tetőzés 2070-80 előtt, és ugye ennyi időnk meg nincsen, mert közben azok a nemzetközi előrejelzések, amelyek a klímával foglalkoznak, ezek mind azt mondják, hogy most már csak
egy-két évtizedben mérhető az, ami időnk egyáltalán marad. Beszéljünk egy kicsit ezekről a válaszokról, jó? Mert abban sem vagyok biztos, hogy mindenki még tisztában van ilyenekkel, mint a nemzetközi klímapanel, meg a párizsi egyezmény, meg ilyenek. Hogyha mondanál pár szót erről, hogy milyen válaszokat adtunk ezekre a kihívásokra. Mivel tudomány irányból jöttem, nagyon sok professzortól nagyon sokat tanultam, tehát az egy dolog, amit a tudomány mond, azt le kell fordítani valahogyan. És a tudomány kommunikáció az egy eléggé nehéz dolog, mert maguk a kutatók teljesen más nyelvet beszélnek, mint egy hétköznapi ember, és teljesen más nyelvet beszélnek, mint mondjuk egy politikus. Amit megtanultam tőlük, hogy politikusnak csak egy darab számot szabad mondani. Tehát se grafikon, semmi más nem szabad mondani. És akkor az volt a tudományos konszenzus, hogy 2 Celsius fokos melegedésen belül kell tartani a klímaváltozást, hiszen akkor még kezelhetőbb események fognak előfordulni. Ugye, mi ez ha 2 fok fölött, vagy 3 fok... Azt szokták meg sokszor megkérdezni, hogy mi a kiinduló pont, mihez képest van ez a 2 Celsius fok? Az ipari forradalom kezdetétől számított időszakban, az akkori hőmérséklethez képest, a globális átlaghőmérséklet 2 Celsius fokos emelkedését ne haladjuk meg. Uh-huh. És ehhez képest volt? Ez a cél. Ebből most egy fokot már meghaladtunk. Úgyhogy az megvolt. Ugye 1800-as évektől már egy fok megvan. Most úgy számolják, hogyha 2050-ig vagy 2045-ig sikerülne 0% vagy nullára csökkenteni a kibocsátásunkat, akkor még meg lehet a 2 fok. Ha ez nem történik meg, akkor túlszaladunk ezen. Uh-huh. Na most nagyjából a párizsi klímaegyezményben ez az egyszer. Igen. Erre akartam rákérdezni, a párizsi klímaegyezmény. Igen, tehát ott 2015-ben kimondták, hogy 2 Celsius fokon belül kell maradni, és ehhez el kell kezdeni a felkészülést, mind gazdaságilag, mind törvényhozólag, mind szabályzólag, és mindannyian, tehát kormányzati szinten kell döntéseket hozni, hogy ez a 2 Celsius fok ez tartható legyen. Ezután jött az IPCC-nek a legújabb riportja. Ez az IPCC az Intergovernmental Panel on Climate Change. Uh-huh. Ez egy kormányközi kutatási szervezet. Nem végez önálló kutatást, viszont a világon felelhető összes tudományos eredményt szintetizálja, és ebből csinál egy jelentés kifejezetten döntéshozók számára is. És a legutóbbi jelentésében már nem a 2 Celsius fokot tűzték ki, hanem a 1,5 Celsius fokot. Hiszen úgy néz ki, hogy akkor ez a hőmérséklet emelkedés az, amikor még olyan jelenségek várhatóak a Földön, amit még tudunk kezelni. Ugye ebbe beletartozik mondjuk az erdőtüzeknek az elterjedése, a tengerszínnek az emelkedése, az aszályos területek növekedése, tehát mind-mind olyan globális problémára hívták fel a figyelmet, ami még valahogyan gazdaságilag, illetve szabályozás szempontjából kezelhető. Hogyha ennél nagyobb lesz a hőmérséklet emelkedés, akkor olyan típusú természeti változások következnek be, amit már nem lehet gazdaságilag kezelni. És lásd, és akkor elindulnak a klíma menekültek, és akkor ennek nagyon-nagyon sok negatív hatása lehet még. Világos. Na most, amikor megszületett a párizsi klímaegyezmény, már akkor voltak, ugye általában örültünk ennek, tehát ugye volt előtte egy csomó kudarc, Kopenhága, Rio, többet lehetne emlegetni, de végre valami megszületett, és volt egy általános öröm. De már akkor voltak szkeptikus hangok, akik azt mondták, hogy ez alapvetően ez az egyezmény, bár jó, hogy megszületett, és gyakorlatilag a világ összes országa aláírta, és vállalásokat tettek, országonként tettek vállalásokat, de hogy pont ez a probléma vele, hogy alapvetően ezek önkéntes vállalások, tehát hogy azt mondták, hogy a korábbi modell nem működött, ezek a kötelezővé tett kvóták nem működtek, ez az önkéntes vállalási modell talán majd működni fog, de volt, akik azt mondták, hogy hát szinte biztosak lehetünk abban, hogy nagyon sok ország ezeket az önkéntes vállalásokat nem fogja betartani, és túl fogunk csúszni messze ezen a 2 Celsius fokon. Te mit gondolsz erről?
Erről nekem egy személyes véleményem van csak. Ugye általában a kormányokat nem örökre választják meg, hanem 4-5 évre választják meg, és egy kormányzónak nem az a, tehát nem tud hosszú távú stratégiában gondolkodni. Tehát ahhoz egy olyan politikai konszenzusnak kell lennie, jobb oldal, bal oldal, fenti oldal, lenti oldal, hátul, elő, tehát egy komoly politikai konszenzusnak kell lennie, hogy oké, leülünk, ezek a hosszú távú céljaink 10 évre, 20 évre, és hogy 6. kaszakat, bármi történik, ezeket végig fogjuk vinni. Csak az a baj, hogy ezek olyan megszorításokkal is járhatnak, amik mondjuk a választópolgár életét eléggé drasztikusan befolyásolja. Ugye szokták mondani, hogy baromi egyszerűen lehetne csökkenteni azt, hogy a közlekedés széndioxid kibocsátását, a 400 forintos benzin helyett legyen 1000 forintos benzin, és akkor kevesebbet fognak tankolni. Tehát ilyen megoldások vannak. Tehát, hogyha csak a papírt nézzük, és csak a tudományt nézzük, egy nem könyvtárnyi megoldás, hogy mit kell erre csinálni, csak nem elegendő fenntarthatósági szempontból csak a környezeti lábat figyelni, ugyan a gazdasági és társadalmi lábat is kell figyelni, hiszen ennek a háromnak harmóniában kell élnie. Tehát hiába jó a környezetnek, ha közben az emberek éjjel halnak. Tehát ennek így nincsen értelme. Ez egy nagyon nehéz politikai játszma, meg gazdasági játszma. És közben egy nagyon erősen egy elosztási kérdés is. Ugye láttuk mondjuk Macron esetén Franciaországban, hogy ő megpróbált egy ilyen általános megoldást, ami nem nincs figyelemmel a társadalmi különbségekre. Sőt, szerintem érvelni lehetne amellett, hogy alapvetően a szegényebbekre akarta ráverni a klímaváltozás költségét. És hát lehet belőle a sárga mellényesek lázadása, mert hogy ők azt mondták, hogy nem mi okozzuk a kibocsátás túlnyomó részét, hogy ez egy egyenlőtlenségi kérdés, és a leggazdagabbaknak van a legnagyobb szénlábnyoma, és hogy alapvetően itt az, hogy teljesüljön egy országon belül ez a dolog, ez egy elosztási kérdés is tulajdonképpen gazdagabb és szegényebb csoportok között. Meg hát globálisan a gazdagabb és a szegényebb országok között. Igen, tehát többféle szinten is lehet érzékelni, hogyha, tehát ugye tudjuk azt, hogy kevés gazdag ember van. Az, hogy ők röpködnek jobbra meg balra, ez nem tesz annyival sokkal többet hozzá a klímaváltozáshoz, mint hogyha széles rétegek mondjuk fával tüzelnek, vagy lignittel tüzelnek, vagy ne adj Isten a turkálóból összeszedett ruhákkal fűtenek, mert nem tud mással. Tehát ez sokkal nagyobb, ha egy személyre tekintve sokkal nagyobb ez a kvázi negatív hatás. És volt egy ilyen felmérés, abból is lehetett látni, hogy minél gazdagabb egy ország, kvázi annál jobban tud környezetbarátabb technológiákat figyelembe venni. Tehát ez is egy ilyen társadalmi kérdés, hogy egy erősebb középréteg, akinek van pénze, az föl tudja tenni a napelemet a háza tetejére, tud szigetelni, tudja a hőszivattyúját használni, tud kevesebbet utazni, már nem tudom, megengedheti magának, hogy neki már nem luxus az, hogy repülővel utazzon, hanem ő azt mondja, hogy ő akkor is vonattal fog utazni, mert hiába 10-szer annyi idő, hiába 2-szer annyiba kerül, mint a 6000 forintos repülőjegy, ő direkt akkor is a vonattal fog menni, vagy egyáltalán nem is utazik, mert mondjuk a Netflixet, vagy nem tudom, különböző technológiákat használva, ő ezt ki tudja kerülni. Ugye van a szegényebb réteg, aki viszont nem tudja ezeket megtenni, tehát ő kénytelen a rossz fával tüzelni, kénytelen a rossz szénnel tüzelni, örül, hogyha egyszer el tud utazni, és akkor menjünk el repülővel olcsón valóban. Ezt abszolút tudom támogatni, ezzel nincsen probléma. Tehát egint az arra megy rá, hogy nem feltétlenül a gazdag ember és a szegény ember az, aki között különbséget kell tenni, mert mindenki ugyanúgy fog érezni, hogyha 40 fok lesz. Ha veszük a szegény országot... Közben mondjuk el a hallgatóknak, hogy a háttérben nem ölnek valakit, hanem te is hozzájárultál. Igen. A népesség növekedéshez, és a kisgyereket, igen, akinek Egyel, igen, ő még itt ezt még élvezi. Reméljük, hogy még sokáig fog élvezni ezt a klímát, amin vagyunk. Na most haladjunk. Bocsánat, az országokra is visszatérve, ugye nagy mutogatás szokott lenni az, hogy most Amerika vagy Kína, vagy ki a nagyobb kibocsátó. Ugye mindig Kína a legnagyobb kibocsátó, de ne felejtsük el, hogy ott hány ember lakik, és mennyi ipara van, és mit csinál. Ha úgy hiszik, hogy Kína régebben, szerintem 10 évvel ezelőtt volt egy ilyen statisztika, hogy 4 naponta nyitott meg egy új szénerőművet, mert nagyon egyszerű volt, a hegyoldalt így megkapargatták, és akkor ott volt a szén. Ez nagyon egyszerű volt. Viszont olyan elmaradott, ilyen
perifériás területekre is ipar telepítettek, ahova nem érte meg a szénerőműt odavinni, nem volt semmi, ott helyben kellett megállítani, és hip-hop a szélerőműveket fölállították. A naperőműek folyamatosan mennek. Tehát olyan mennyiségű zöld energiát termel Kína magának, hogy ez bődületes, tehát lekörözi a világot mindenhol. Tehát nagyon-nagyon fura a dolog, illetve az, hogy melyik termelést hova helyezzük ki, meg hogy kinek mit gyárt, az egy megint egy másik. Ezt akartam még hozzátenni, hogy hát Kína esetében még két dolgot figyelembe kell venni. Ugye egyrészt jelenleg Kína a legnagyobb kibocsátó, de ha historikusan nézzük, azaz, hogy ha azt mondjuk, hogy ennek a 2 Celsius foknak az ipari forradalom kezdete óta kellett eltelnie, akkor a CO2 kibocsátásukat is historikusan kell nézni, és úgy viszont messze az Egyesült Államok lesz a legnagyobb kibocsátó, és csomó nyugati ország, és nem pedig Kína. Másrészt pedig az, amit talán azt hiszem, ha jól értettem, elkezdtél mondani, hogy hát az, hogy Kínában van ekkora CO2 kibocsátás, ez persze arról is szól, hogy Kína a világ gyártója. Tehát gyakorlatilag a legtöbb dolgot, amit felhasználunk a fejlettebb országokban, az Kínában gyártják, hogy ennyi erővel akár azt is mondhatnánk, hogy ez tulajdonképpen a mi CO2 kibocsátásunk, hiszen nekünk gyártódnak ezek a dolgok. Szóval ez baromi bonyolult országok szintjén nézni, hogy tulajdonképpen melyik ország miért felelős. Ugye hasonló helyzet mondjuk Norvégia, ahol mondjuk a norvégok saját hazai CO2 lábnyoma tud jó lenni, hiszen ahogy mondtad, ők már tudatosabbak. De hát Norvégia elad egy csomó foszilis tüzelőanyagot más országoknak, viszont Norvégia volt az első ország pont a középosztálybeli tudatosság miatt, ahol a parlament megszavazta, hogy az ország CO2 lábnyomába bele kell azt is számolni, amit eladnak külföldre. Szóval, hogy ez egy baromi bonyolult kérdés, hogy akkor melyik ország mennyire felelős, viszont ti alapvetően nem országokkal foglalkoztok, hanem cégekkel. Úgyhogy akkor szerintem bontsuk le ezt erre a szintre, hogy egy ország cégekből áll, és a cégeknek is mérhető ökológiai lábnyoma van. És hogyha jól értem, akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy ezt a karbon lábnyomot, ezt értelmes dolog egyének vagy cégek szintjén is mérni. Így van. Egyének szempontjából érdekességképpen lehet mérni. Tehát én Magyarország teljes kibocsátása mondjuk ilyen 60 millió tonna, 50-60 millió tonna, ezt lehoztjuk mondjuk kvázi 10 millió emberre, akkor ez 5-6 tonna per fő, erre jön ki. Ugye ebben nem azt jelenti, hogy maga a személy fogja azt az 5-6 tonnát kibocsájtani, hanem az a cég, aki gyártja a cementet, az a cég, aki összeszereli az autót, az a cég, aki nem tudom, szállítmányoz valakinek A-ból B-be, ez mind-mind hozzáadik, csak hogy átlagosan ez így csapódik le egy emberre. Hogyha egy személyre nézzük, akkor mondjuk az én saját háztartásomat nézem, nagyon egyszerűen össze lehet számolni mindent, és akkor itt vezetném be akkor ezek a különböző kibocsátásokat, van a Scope 1, Scope 2 és Scope 3 kibocsátás. A Scope 1 kibocsátás az egészen pontosan azt jelenti, az a direkt energia felhasználásból származó széndioxid kibocsátás, tehát hogyha én gázzal fűtök, akkor az a gáz, ami hozzám beérkezik, azt én itt füstölöm el. Ha van egy kandallom, akkor a fát, amit ide beleteszek, vagy a szén, amivel fűtök, tehát minden olyan energia felhasználás, ami direkt tálam keletkezik széndioxid kibocsátásként, az a Scope 1-es. A Scope 2-es kibocsátás, ami szintén hozzám kapcsolható, de a kibocsátás az nem az én otthonomban keletkezik, hanem egy szolgáltatónál keletkezik. Ilyen a villamosenergia, tipikusan. Ugye amikor a bedugom a konnektorba, akkor ugye nem nálam keletkezik a széndioxid, hanem az erőműben keletkezik. Ugye ezt viszont lehet csökkenteni az, hogy még zöld energiát használok, vagy sem. Csak ugye a konnektorból kívül lehet tudni, hogy nem tudja pontosan, hogy a Paksról érkezett, vagy egy naperőműből érkezett. Tehát így lehet globálisan venni egy Scope 2-es, tehát az az indirekt kibocsátásokat, de ide tartozik például a távhűtés, távhő, bocsánat. Tehát ott is a távhő központban elvetik a hőmérső, elvetik a hőt, és ugye azt én használom fel a saját otthonomban valójában mérjük. És ami a legérdekesebb, ez a Scope 3-as kibocsátás, ugye ezt pont Kínához lehet hozzákapcsolni, tehát a Scope 3 kibocsátás az mind olyan kibocsátás, ami nem az én közvetlen tevékenységemből származik. Például, hogyha veszek egy farmer nadrágot itthon, akkor annak tudom, hogy azt a farmer nadrágot valahogyan legyártották, hozzá a lent valahogyan betakarították, azt a farmer nadrágot valahogy elszállították hozzám, és utána én hazahoztam. Tehát mind a szállítás, az előállítás,
a mezőgazdasági kibocsátások, ezek mind-mind a Scope 3-as kibocsátásokhoz tartoznak, tehát minden egyéb más, ami nem közvetlenül hozzám köthető, hanem valamilyen terméket vagy szolgáltatást igénybe véve kapom meg. És hogyha visszakanyarulunk Kínára, ugye mindig az országok ezt a Scope 1 és Scope 2-t szokták figyelembe venni, hiszen azt mérhető, az lehet pontosan mérni. Azt, hogy ez a Scope 3-as, hogy mi történik, azt már nem. Ha veszünk ugye klasszikusan egy nagyon egyszerű példaként mondjuk egy export céget, aki mondjuk mobiltelefonokat árusít Magyarországon, ugye magának a cégnek, ahol dolgoznak mondjuk 10 az irodában, az szinte minimális a kibocsátása, hiszen ők nem csinálnak semmit, csak nyomkodják a számítógépet, tehát ők eladják, de a terméket az Kínában gyártják le, tehát a cégnek, a hazai cégnek a kibocsátásában nem számít bele az a kínai kibocsátás. És pont az a lényeg, hogy ez az a rész, ami nagyon-nagyon háttérbe szokott szorulni, és nagyon-nagyon nehéz is mérni. Hogyha tudományosan hozzáveszünk, bármelyik cégnek a Scope 1-2 kibocsátását hozzá mérve, a Scope 3-as kibocsátás az lényegesen több szokott lenni, akár egy, vagy akár két nagyságrenddel több is lehet. Tehát amit te most mondasz, én most így közgazdász fejjel hallgatom, amit mondasz, és az jut eszembe, hogy hát ha csak a Scope 1-et és a Scope 2-t néznénk, akkor egy cég elméletileg nagyon könnyen tudná csökkenteni a szén lábnyomát azzal, hogy beszállítókat alkalmaz. Tehát, hogy nem gyárt maga mindent, hanem egy csomó komponenst, azt részterméket megvásárol, meg egy csomó szolgáltatást outsource-ol. De hogy azt mondod, hogy ebben a Scope 3-ban beleszámoljátok azt is, ami a te beszállítói láncnak a része, legyen az tulajdonképpen bármely korábbi szinten. Így van, tehát a fő cél a cégeknél az szokott lenni, a legnagyobb legsőt azt teszik, hogy akkor ő csökkentette a saját szén-dioxid kibocsátását, ez tök jó, ezt folyamatosan lehet csinálni. Ugye most volt az almás telefonkészüléknek a termékbemutatója múlt hét kedden, és a környezetvédelmi szempontból azt mondták, hogy ők most már nem csomagolnak töltőt hozzá, meg nem tudom mennyit még nem csomagolnak hozzá, és ennyivel csökkentik a kibocsátásukat. De nem a saját kibocsátásukat csökkentették, hanem a gyártást és a logisztikából származó kibocsátást. Ez a tipikusan az a Scope 3-as. És a mai világban, az elmúlt években ez a Scope 3-as kibocsátás, ez egyre inkább fontosabb lett, mind a beszállítóknak, mind az ügyfeleknek, és mind a tulajdonosoknak is. Hiszen hiába mondja azt, hogy ó, nekem nulla a kibocsátásom, ha kérlek, közben egy beszállítónál csapódik mindez le, tehát így kicsit outsource-olták a saját kibocsátásukat. Ha valakinek van már otthon egy töltője, akkor tulajdonképpen igaz a sztori, de hogyha el kell menni és meg kell venni egy boltba egy töltőt, mert nem volt még töltője ehhez a típusú mobiltelefonhoz, akkor tulajdonképpen akár még rosszabbul is járhatunk, mert két út van egy út helyett. Igen, de hát ezt nagyon tudatosan mondják. Tehát a saját véleményem, hogy ez egy burkolt áremelés volt, hiszen ugye a készüléknek az árában már nincsen benne a töltő, egy csomó minden, meg a doboz is kisebb, tehát csomó minden spóroltak, de hát ezek már óriás cégek, tehát nem Excel táblában gondolkodnak, és csak egy kockás füzetben, hanem sokkal komolyabb gazdasági döntések vannak ezután. De ez Apple-től nem szabad elvitatni azt, hogy komoly lépéseket tettek a zöldítés felé. Az egy nagy kérdés, hogy mennyire súrolja a zöld festésnek a határát, de hogyha még megnézzük a vadonatúj épületeket, az teli van napelemekkel, és tényleg nagyon-nagyon sok olyan lépés van magában az eszközben, ami a környezetvédelmet, illetve fenntartóságot egy picit előrébb rendíti. Most, hogyha elkezdjük mérni a cégeknek a karbonlábnyomát, ugye először is, hogy működik ez? Tehát, hogy mondjuk titeket, mint egy karbonlábnyomot mérő céget megkeres egy vállalat, és ők fizetnek nektek azért, hogy föl legyen mérve a karbonlábnyomuk? Így van. Azt vettük észre, hogy nem a fő megrendelők, hanem a beszállítók azok, akik ezt főleg viszik előre, mert egyre több nagyobb cég megköveteli a saját beszállítóitól, hogy akkor legyen szíves nyilatkozzon arról, hogy neki milyen szén-dioxid kibocsátása van. Mert elképzelhető egy ilyen nagyobb beszállítónál, akinél döntési szempont az lehet, hogy azt a beszállítót választja, amely környezetvédelmi szempontból jobban teljesít. Hiszen mondjuk azért a nagy cég, mert alapvetően nagy a társadalmi nyomás, és ezt nézik a fogyasztók. Ki nézi? A fiatalabb generációk ezt tudatosan nézik, hogy mennyi a karbonlábnyoma egy cégnek? Volt több felmérés is, részt vettünk több felmérésben, sajnos egy ilyen tudatos fogyasztót
csak azzal lehet definiálni, hogy ő tudatos fogyasztó. Tehát se korra, se nemre, se iskolai végzettségre, se lakhelyre nem nagyon lehet kiszűrni, hiszen mindenhol van egy ilyen tudatosan gondolkodó, de alapvetően azt vettük észre, hogy egyre többen vannak, és egyre inkább utána néznek. Tehát most már nem lehet őket átverni azzal, hogy rajta van egy pecsét az acskón, hogy akkor ez jó termék, mert akkor annak utána fog nézni, hogy akkor most kamukáznak, vagy valóban ez megtörtént. Hogyha mondjuk konkrétan meg akarom nézni egy cégnek a kibocsátását, tehát mondjuk ezt a beszélgetést most konkrétan mondjuk egy MacBookon veszem fel. Kíváncsi vagyok az Apple-nek a CO2 lábnyomára, azt hol tudom megnézni? Az ő oldalokon, vagy van valami összesítő oldal valahol, ahol összehasonlíthatom mondjuk a többi Dell-lel, vagy a többivel? Mindenki büszke szokott lenni a saját eredményeire, tehát és a legnagyobb cégeknek van egy fenntarthatósági jelentése, amiben a környezeti részben számot adnak a saját széndioxid kibocsátásukról. De több ilyen kezdeményezés van, ez a Carbon Disclosure Project, vagy CDP, ahogy most megedik magukat, hogyha a nézők utána akarnak nézni, akkor cdp.net. Ez a kezdeményezés több mint 8000 cégnek az adatát gyűjti össze, és éves riportokat ad ki. Ebben benne van az összes széndioxid kibocsátás, hogy milyen lépéseket tett a kibocsátásának csökkentésére, milyen eredményeik vannak, milyen hosszú távú célokat tűzte ki, tehát nagyon-nagyon sok információt össze lehet ebből gyűjteni, és a CDP fel is dolgozza ezeket az információkat, és mivel egységes a kérdőívük, így összehasonlíthatóvá válnak a cégek, és szokták őket osztályozni is. És azért titeket, vagy hozzátok hasonló cégeket kérnek fel erre, mert hogy ti függetlenek vagytok. Tehát, hogy nem maga a cég csinálja ezt az önevaluációt, hanem egy külső független cég. Ennek ez a lényege? Ez is lehet a lényege, hogy egy külső független cég, csak ugye ez is egy szakma, ez is egy tudomány, amit vinni kell, és hogyha egy cégnek nem ez a profilja, hogy akkor a széndioxid kibocsátását számolja, ugye megint úgy vagyunk, hogy neki nem kell külön embert erre foglalkoztatni, hanem a saját tevékenységére tud fókuszálni, és mi, mint egy külső beszállító, ezt neki meg tudjuk csinálni. Tehát a nagyon-nagyon nagy cégek ezek, általában van saját emberük, akik ezt végig szokták számolni, de ez egy nagyon-nagyon pepecselős munka, tehát óriási Excel táblákat kell tologatni jobbra-balra, különböző számokkal kell számolni, különböző trendeket kell figyelembe venni, tehát nem biztos, hogy egy cégnek, aki arra való, hogy egy profitját termelje, neki olyan tevékenységgel kell foglalkozni, ami igazából nem a profit termelő tevékenysége, vagy tehát nem direkt a profit termelő. Tehát azt mondod, hogy a nagyobb cégek azok hajlamosak saját maguk csinálni ezt, és a beszállítói láncban gyakoribb az, hogy fölkérnek külső ilyen típusú cégeket? Tehát például van nagy A cég, aki azt mondja, hogy ő szeretné a saját beszállítóit is megvizsgálni erről, és akkor kiadja nekik, hogy kedves cégek, akkor legyetek szívesek, riportoljatok attól, hogy nektek milyen széndioxid lábnyomotok van, mit csináltatok a környezetvédelmi területeken, hogyan próbáljátok ezt csökkenteni, hiszen hogy megint beszélünk a Scope 3-ról, hogy egyre inkább nem csak a saját kibocsátás, hanem a beszállítói láncban lévő kibocsátást is csökkenteni akarják a cégek, és akkor így felmérik ezeket a cégeket. És hogyha tegyük fel, van egy öntvénygyártó cég, akinek tényleg ugye a melósok, tehát neki mindenük az alumínium meg a fém, de azt, hogy széndioxiddal nem tudnak mit kezdeni, meg a számokkal nem tudnak. Tehát hiába akar sem tudja megcsinálni. Inkább akkor megbíz minket, mi ugye szakértő cég vagyunk, mi pontosan tudjuk, hogy milyen információkra van szükség, és lehet, hogy olyan információ, hogyha saját maguk csinálnak, nem vennék bele mondjuk azt a részkibocsátást, aminek benne kell lennie. És mi ezt tudjuk garantálni nekik, hogy ez egy teljes képet kapnak a saját kibocsátásukról. Ez a korábban említett Scope 1 és Scope 2, és hogyha szeretnék ők is a további kibocsátásukat figyelembe venni, akkor azt mind-mind ugye, egy ilyen hosszabb tárgyalás után, hosszabb beszélgetés után, azt mind-mind hozzá tudjuk tenni. De alapvetően a saját kibocsátásuk, ők nem szeretnének ezzel foglalkozni, mert nem ehhez értenek. Világos. Mennyire összehasonlíthatók ezek az adatok? Tehát, hogyha ti megcsináljátok az egyik cégnek az ilyen számítást, egy másik hasonló cég megcsinálja egy másik cégnek, össze lehet hasonlítani ezek alapján két cégnek a karbon lábnyomát? Abszolút össze lehet hasonlítani, csak ugye megint az a kérdés, hogy akkor mondjuk egy nagy autógyártó, meg egy kis autógyártó, mondjuk aki tömegtermékeket gyárt, mondjuk egy Suzuki, annak a kibocsátása sokszorosa lesz, mint mondjuk egy Bugattinak, aki csinálnak évente 10 autót. Tehát így nem lehet őket összehasonlítani. Viszont, hogyha bevezetünk új mérőszámokat, hogy
a bevétel arányosan, tehát hogy egy megtermelt forintra mennyi széndioxid kibocsátás jut, akkor az már mérhető. Vagy egy dolgozóra hányekkora széndioxid kibocsátás jut, akkor ezek már olyan összehasonlítható számok, olyan viszonyszámok, amik már tényleg mérhetők. És ebből hiába, tehát hiába nagy egy cég, hogyha az jön ki belőle, hogy egy dolgozóra sokkal kevesebb széndioxid kibocsátás jár, vagy egy egységnyi 1000 forint bevételt sokkal kevesebb széndioxid kibocsátással termel meg, akkor ez már előnyt jelent, és összehasonlíthatóvá válnak. Tehát az abszolút számokat inkább relatív számokra lehet átfordítani, és ebben is ugyanúgy tudunk segíteni. Tehát ezeket nagyon-nagyon ki kell találni, és nagyon jó mutató számokat kell adni hozzá. Ami még engem érdekelne, az az, hogy ugye azt szoktuk gondolni, hogy az ipari szektor az nagyobb CO2 kibocsátásra, környezetterheléssel jár, és hogy milyen jó a szolgáltató szektor felé elmozdulni, mert a szolgáltató szektor kisebb terheléssel jár. De hogy az elmúlt évtizedben elég sok cikk született arra, hogy ez nem feltétlenül van így. Tehát, hogy elkezdték azt is bemutatni, hogy bár az ilyen Facebookok és Googleok nem szívesen beszélnek arról, hogy milyen hardware állomány van egy ilyen szolgáltatás mögött, de hogy ilyen gigantikus szerverparkok működnek, vagy ami nagyon világossá vált, az mondjuk a bitcoin bányászat, ahol állandóan röpködnek ilyen számok, hogy a világ bitcoin bányászatának az energia szükséglete az ma már egy ilyen Románia méretű gazdaságnak a szintjét érte el. Tehát, hogy jól gondolom-e azt, hogy egyáltalán nem olyan egyértelmű az összefüggés, hogy az iparról a szolgáltatásokra való átállás az feltétlenül kisebb környezetterheléssel jár. Ha tényleg csak azt veszük, amiről korábban is beszéltünk, a Scope 1 és Scope 2 kibocsátás, tehát csak a saját kibocsátást, akkor nyilván a szolgáltatóipar az sokkal kisebb kibocsátással jár, hiszen hogyha van egy fodrász üzletem, tegyük fel, hogy így a szolgáltatást veszünk, annak minimális a kibocsátás, mert azon a 30 négyzetméteren valamit fűteni kell. De hogyha azt veszük, hogy akkor mennyi legyártani az ollót hozzá, a tükröt legyártani, a széket legyártani, amit az ipar csinál, azt ugye nem veszük bele a fodrász üzletnek a kibocsátása, hogyha hozzávennénk, ugye akkor már rögtön elkezdene a libikók a másik irányba is billenni. De tényleg valójában, ha csak a szolgáltatást nézzük, akkor nem elég csak egy kis gömböt nézni, hanem a teljes hatást kell nézni. Ugye a Facebooknál ugye mondták, hogy Norvégiában nyitják meg a szerverparkokat, ahol jó hideg van, ugye a Microsoftnak volt, hogy a tenger alá tették, hogy akkor állandó hűtés legyen ezeknek. Óriási energiát használnak fel. Az ilyen elektronikus megoldásoknak viszont van egy nagyobb előnye, mondjuk egy szén alapú ipari létesítménnyel szemben, hogy ezt meg lehet csinálni megújuló energiával. Tehát, hogyha naperőmű park mellé vagy szélerőmű mellé teszik, akkor ez abszolút mértékben megújuló energiából meg, azaz szinte nulla széndioxid kibocsátással. Hiszen ugye a szélerőmet is le kell gyártani valahogy, meg oda is kell szállítani a helyére, meg a hálózatot is föl kell tartani, hogy termeli. A T-Mobile US csinálta meg, hogy 2021-től ő 100% megújuló energiát használ, összeálltak egy szélerőmű parkkal, és oda telepítik a szélerőműveket, ahol az ő szerverék vannak, és az egész hálózatukat ebből táplálják meg. Tehát ők konkrétan elérték azt, hogy nekik szó nulla a széndioxid kibocsátások, hiába brutális mennyiségű energiát használnak fel. Úgyhogy ebből a szempontból... Nagyon sok olvasónk van, aki folyamatosan szkeptikus ezzel kapcsolatban, mert ugye azt szokták mondani, hogy hát igen, hogyha a megújuló energiát azt nem megújulóval hozzuk létre, akkor annak van kibocsátása, amire mi érvként azt szoktuk mondani, hogy na jó, de hogy nyilván a jövő az, hogy a megújulót is megújulóval kezdjük el létrehozni, és hát elméletileg elképzelhető egy ilyen világ, ahol a megújulót megújulóval létrehozzuk-e, majd létrehoz egy újabb, mindig mindent megújulóval csinálunk, de hogy tényleg ennek nulla lesz a kibocsátása? Nem lesz, sosem lesz nulla a kibocsátása, hanem netto nullává tudják tenni. Tehát egy szélerőművet sem lehet nulla kibocsátással előállítani, mert oda kell vinni, össze kell állítani, tehát magát a szerkezetet le kell gyártani, ami egy ilyen fémipari megoldás, tehát ott bődületes mennyiségű széndioxid keletkezik. Tehát mindenféleképpen a megújuló energiát előállító telepeket is széndioxid kibocsátással lehet előállítani. Erre volt egy legutóbbi cikkem, amiben mondta a szigetelőanyagokat vettem górcső alá, hogy akkor a szigetelő anyagot le kell gyártani, és akkor mennyi idő alatt térül meg. És úgy jött ki a számozás, hogy 1:100 az arány, tehát hogyha egy egységnyi széndioxid kibocsátással jár a szigetelő anyagnak az előállítása, akkor a 100 egységnyi széndioxidot fog meg.
Tehát annyit nem bocsánat ki, tehát ez az arány kijött. Ha a szélerőműveket vesszük, ott is az van, hogy az első évben, vagy az első fél évben termel annyi energiát, amennyivel visszatermeli azt zöld energiát, mint amennyivel őt előállították. Tehát sosem lesz nulla, viszont előbb-utóbb nullává tud válni, hiszen a saját, saját kibocsátásához szükséges energiát, azt előbb-utóbb megtermeli annyi zöld energiával. Olyan zöld energia termelést nem szabad támogatni, ami sosem fogja a saját előállítását visszahozni. De ezeknél a megújulóknál mindig lesz széndioxid kibocsátás, csak egyre hamarabb fogja ezeket fog mondhatni pozitívba, vagy igazából negatívba váltani. Világos. Vannak-e, még azt akarom megkérdezni itt a vége felé, hogy van-e olyan ország, ugye az én fejemben ez úgy áll össze, hogy az egyes cégeknek a CO2 lábnyomából adódik egy országnak a CO2 lábnyoma. Még úgy is, hogyha ugye átrendeztük őket, tehát az előbb Kína nyomán beszélgettünk arról, hogy nem feltétlenül ott van az a CO2, ahol ez fizikailag létrejön, vagy nem oda kell számolni. De hogyha ezeket a Scope 3-akat is figyelembe vesszük, és rendesen átrendezzük ezeket a kibocsátásokat, akkor ebből valahogy kijöhetnek azok a vállalások, amelyeket tettek az országok a párizsi klímaegyezménybe. És hát az idő sürget minket, tehát igazából azt a kérdést akarom feltenni, hogy van-e olyan ország, ami ezt ténylegesen figyeli? Tehát, hogy ti mondjuk kiszámolgatjátok ezeknek a cégeknek a tényleges CO2 lábnyomát, ezeket össze lehetne adni, és azt lehet mondani, hogy ebből a szempontból mondjuk Magyarország, vagy Kína, vagy az USA halad, vagy nem halad a vállalásainak az elérésére. Csinálja ezt valaki? Vagy hogyha nem, akkor mi alapján mondják meg azt, hogy egy ország az tart-e a vállalásai elérése felé? Nagyon egyszerű, tehát össze lehet adni egy országban, mondjuk Magyarországon működik, nem tudom pontosan, nem akarok butaságokon mondani, de szerintem ilyen 200-250 ezer cég van Magyarországon, körülbelül, mintha erre a számra emléket, nagyon sok cég van. Mindegyikre ki lehet számolni, de sokkal egyszerűbb mondjuk kiszámolni azt, hogy mennyi energiát termel Magyarország, tehát Pakson, mennyi villamos energia jön be a határon, mennyi gáz jön be a határon, és azt konkrétan itt használjuk fel. Tehát sokkal egyszerűbb a belépési pontokat mérni, és abból meghatározni, hogy akkor mennyi lesz egy teljes országnak a kibocsátása. De hogy ez tök Scope 1 és 2, nem? Tehát, hogy abban, amit mondtál, az alapján a Scope 1-2-t lehet kiszámolni. Tehát te nagyon fontosnak tartod, és én egyetértek veled a Scope 3-at is. Ez viszont ebben nincsen benne. Ebben nincsen benne, erre viszont nem tudunk mit csinálni. Ugye Magyarországon is, ugye, hogyha áramot vásárolunk külföldről, mondjuk Ukrajnából, akikre nem maradkoznak ugye a nemzetközi szabványok, tehát olyan alacsony hatékonyságú szénerőműveket használnak, hogy bődületes széndioxid kibocsátással termelik meg az energiát. Ha az jön be hozzánk, akkor az jön be, tehát akkor abban nem tudunk mit csinálni, hogy honnan vásárolunk. Nyilván lehetne ezt alacsonyabb széndioxid kibocsátásával számolni, de Magyarország kibocsátásában ez már nem számít bele. De nem csak ez nem számít bele, hanem ugye az előbbi példa is, amit mondtál. Tehát amikor azt mondtad, hogy Magyarországon egy szolgáltató cég elad telefonokat, akkor azt mondtad ugye, hogy itt a Scope 1-2-je nagyon alacsony, de hát ő valójában olyan telefonokat ad el, amelyeket valahol előállítottak. Tehát lehetne amellett érvelni, hogy ezt Magyarország kibocsátásába kellene beleszámolni, de hogy ez nincs benne akkor, ugye? Tehát a párizsi klíma vállalásainkban az a Scope 3 nincs is benne. Ez így nincsen benne. Figyelembe veszik, tehát nincsen kimondva, de azért figyelembe veszik, hogy akkor az ilyen típusú gazdaságoknak a fejlődését elő kell segíteni. Ugye van egy ilyen közös, de megkülönböztetett felelősségnek az elve, amit én támogatni is szoktam, hogyha van egy fejlődő ország, mondjuk Kínát most nagy kérdés, hogy fejlődő országnak, vagy nem fejlődő országnak vesszük, de mondjuk a Kína közepén nem biztos, hogy még ilyen európai színvonalak vannak, sőt nem biztos, hogy kínai, tehát inkább fejlődő irányba mondjuk, tehát nekik is ugyanúgy megvan a joguk arra, hogy ugyanazt a fejlődési pályát bejárják, mint a nyugat-európai sikeresebb országok. Ugye a másik mondás szokott lenni, hogy minden kínai gázpedált szeretne nyomni, és nem biciklipedált, mert neki is megvan a joga ahhoz, hogy elérje azt a színvonalat, amit tudunk. És most jön a megkülönböztetett, tehát amikor a fejlődő világ fejlődött, akkor 100 évvel ezelőtt, 150 évvel ezelőtt, akkor még voltak már ilyesmi típusú eredmények, hogy ez gáz lesz, de még nem gondolták, tehát a döntési gazdasági fejlődésben nem volt annyira döntő szempont a klímaváltozás kérdése, és a
technológia sem volt meg hozzá. Most már megvan a technológia is hozzá, ez az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságoknak a fejlesztése, a megújuló energiáknak a fejlesztése, csomó fenntarthatósági szempontnak a figyelembevétele, amit a gazdasági fejlődésben egy fejlődő ország már figyelembe tud venni, és ez a gazdagabb országoknak a felelősség, hogy segítség a szegényebbeket abban, hogy ne a mi útunkat járják végig, hanem egy fenntartható úton próbálják meg azt a gazdasági teljesítményt elérni, amit még. Amit és ebben van az, hogy ilyenkor kell támogatni a fejlődő országokat, a gyártó országokat, hogy úgy gyártsanak, hogy amit mi felhasználunk, az alacsony széndioxid kibocsátású legyen. Amit mondasz, az nagyon jó hangzik elviekben, de ugye hát ezt gyakorlatban kéne lefordítani, tehát hogy ezt a jó indulatot, amit a fejlettebb országok tanúsítanak, ezt úgy lehetne valójában lefordítani, hogy hát ha azokat a típusú méréseket elvégeznénk, amiről itt tulajdonképpen beszéltünk egy órán keresztül. Igen, igen. A gazdagabb ország cégeinél ezeket a Scope 3-as beszállítói terheléseket is elkezdenénk figyelembe venni, akkor lenne őszinte a fejlettebb világ azzal kapcsolatban, hogy hát jó, de amit mi itt elfogyasztunk, az valójában máshol termelődik, és az ő vállalásukba számít bele, miközben hát ez azért jön létre, mert ezt mi fogyasztjuk el. Így van, tehát ezért kezdtük el mi is ezt a saját tevékenységünket a Carbon Reporting nevet. Én is észrevettem, hogy egyre inkább fontosabb, hogy nem elég, hogy csak a saját kibocsátásunkat veszük figyelembe, hanem a teljes képet kell látnunk. És nagyon sokan erre a teljes képre kíváncsiak. Tehát nem elég az, hogy itthon valamit csinálunk, hanem mindent lássunk egyszerűen, hogy az egésznek milyen hatása van. Jó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én egy csomó mindent megértettem ezen keresztül, és remélem, hogy azok is, akik az oldalunkon szoktak velünk vitázni alapvetően ezekről a kérdésekről. Horváth Leventével, a carbonreporting.eu-nak a vezetőjével, tulajdonosával beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet mérni egy cégnek a CO2 terhelését, egyáltalán honnan adódik az, és hogy ez mit jelent az első világ és a harmadik világ viszonylatában, és a klímaváltozás megállítása szempontjából. Köszönöm szépen a beszélgetést, Leventi. Köszönöm, és hogyha komment alatt valakinek van kérdés, akkor megpróbálok majd elválaszolni. Mi fogjuk tenni az összes linket, azokat is, amiket említettél az összehasonlítással kapcsolatban, stb. Ki fogjuk tenni az oldalra az olvasóknak. Köszi szépen, szia! Köszönöm szépen a beszélgetést, szia!